Mi hazánk, két farkú kutya, mérhető tartományban vannak most. Van még tartalékuk? Én szerintem a Mi Hazánk párt jó rátalált arra a politikai témára, ami nem csak a várható törzsbázisához szól, hanem akár meglepetést is okozhat. Tehát én azt gondolom, hogy most ezen két párt közül a Mi Hazánknak van komolyabb esélye arra, hogy az 5% közelébe jusson. Az oltás ellenesség? Igen, az oltás ellenesség, persze, igen, bocsánat. Igen, azok ennyi ember maga mögé tud állítani? Magyarországon egész szépek az oltottsági számok. Ennél szerintem, tehát egy 5%-nál sokkal többen vannak olyanok, akik egyetértenek ezekkel a mondatokkal. Más kérdés, hogy itt ők mennyire lesznek hajlandóak, akár fideszes, akár ellenzéki pártszimpátiájukat feladva a Mi Hazánkra szavazni emiatt, de szerintem a Mi Hazánk jól fog szerepelni ezen a választáson, azt feltételezem. A kutyapárt helyzete kétségesebb, azt gondolom. Mi Hazánk bejut, kutyapárt inkább nem? Ha kettő között kellene valamilyen prognózist feltenni, akkor ezt mondanám, igen.